Sziasztok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Az északi, avagy skandináv mitológiát feldolgozó sorozat 12. részében megbeszéljük, hogy kik voltak Loki gyermekei. Nagyon fontos, hogy Lokinak sok gyermeke volt, így kapásból legalább 6, viszont nekünk jelenleg csak 3 darab fontos. Az előző részekben már fejtegettem, hogy Loki személyisége az ilyen 50-50. Tehát egyfelől segítőkész, és már-már kedves. Másfelől viszont bosszúszomjas, hataloméhes és gyilkos. A 3 gyermeke, akikkel most megismerkedünk, határozottan a gonosz oldalát szimbolizálják. Lokinak volt egy felesége, akinek a neve Sigyn. Sigyn egy istennő volt, elképesztően gyönyörű, és a történet végén majd az is kiderül, hogy elképesztően hűséges. Azonban Loki híres gyermekeinek anyja egy óriás nő, Angrboda. Angrboda nevének jelentése a szenvedések hírnöke. Történt egyszer, hogy Odin mindenek atyának álmában látomása volt. A rúnák hatalmával és Mímir forrásának bölcsességével ez nem volt ritka. Odin gyakran látott előre dolgokat. Szóval az volt, hogy álmában látta Loki gyermekeit, és azt is látta, hogy az elkövetkező időben az istenek legnagyobb ellenségei lesznek. Ami így is van. Tehát Odin magához hívta az isteneket, és megparancsolta nekik, hogy Loki gyermekeit hozzák el Asgardba. Angrboda, az óriás nő, mindennapi dolgait végezte, amikor egyszer csak megjelent egy köteg isten, és követelték a 3 gyermekét. Az óriás nő szabályosan boldog volt. Végre eljöttek értük. A legidősebb gyereket az istenek egy fenyőfarönkhöz kötözték, és azzal együtt szállították. A legkisebbre ráraktak egy fűzfaágból készült szájkosarat, illetve a nyakára egy pórászt. A középső gyerek, egy kislány, egészen különös volt. Az egyik fele egy egészen csodálatos, fiatal lány, a másik fele azonban kevésbé. Bőre és húsa rothadt, a szeme színtelen volt, az ajkai szürkés fehérek. Tehát magyarul a kislány másik fele maga a halál. Amikor elérték Asgardot, Odin már várta őket. Ő volt az, aki a gyerekek sorsáról döntött. A legidősebb gyerek, akit egy fenyőfához kötöztek, egy kígyó. A neve Jörmungand. 2 nagyon fontos tulajdonsága van. Az egyik az, hogy minden nap egyre hatalmasabbra nő. A második az, hogy perzselő fekete mérget köp. Odin azt mondta, hogy a kígyót oda teszik, ahol senkit nem bánthat. Jörmungand új lakóhelye a Midgardot körülvevő tenger. Ebben a tengerben a kígyó olyan hatalmassá nő, hogy az egész földet, egész Midgardot körül fogja venni. Loki középső gyermeke, a félig csodálatos és félig kevésbé kislány neve Hel. Vagy csak simán Hel. Helnek 2 nagyon fontos tulajdonsága van. Az első az, hogy nagyon tisztelettudó. A másik pedig, hogy nagyon szereti a holtakat. Ugyanis míg az élők undorral tekintenek rá, a holtak tisztelettel beszélnek vele. Odin parancsára ez a kislány innentől kezdve mind a 9 világ halottainak úrnője. A Valhallával kapcsolatban már megbeszéltük a problémákat, viszont itt konkrétan arról van szó, hogy mindenki, aki csatában hal meg, az a Valhallába kerül. Mindenki más, aki nem csatában, hanem betegségben, öregségben, balesetben, stb. Helheim. Hel úrnő birodalmába megy. Nagyon fontos, az istenek is. Odin az alvilág hatalmas csarnokába vitte. A kislány rettentő boldog volt, hiszen volt ott 3 tárgy, amely tárgyaknak ő maga adott nevet. Egy tál, amelynek neve éhség. Egy kés, amelynek neve éhezés. És egy ágy, amelynek neve betegágy.
Loki harmadik és egyben legkisebb gyermekének sorsa más volt. A harmadik gyerek neve Fenrir. Ha még emlékszünk, említettem, hogy Odin serege, az Einherjárok a farkassal fognak küzdeni. Fenrir a farkas. Viszont ez egy szomorú történet, ugyanis amikor még apróság volt, Fenrir és Týr barátok lettek. Týr, akiről még beszélünk majd, nagyon szerette a szürke és fekete bundájú kölyköt. Minden nap ő etette, és ő volt az, aki játszott vele. Tehát kettejük között kialakult egy kapcsolat. Az volt a baj, hogy ahogyan Jörmungand, Fenrir folyamatosan nőtt. Odin látomásában az utolsó dolog a farkas volt. Ő volt az, aki a világmindenség végén a szemébe nézett. Tehát az istenek összegyűltek és tanácskoztak. Az eddigi történetek során már megszokhattuk, hogy ha az istenek tanácskoznak, annak általában rossz vége van. A közös döntésük az lett, hogy Fenrirt, a farkast meg kell békjózni, megláncolni. A láncot maguk az istenek kovácsolták. A neve Leiding. Oda vitték a farkasnak, aki amúgy beszél, és azt mondták neki, hogy ha annyira erős, akkor próbálja meg eltörni a láncot. Az istenek megláncolták Fenrirt, azonban a farkas egy kicsit megfeszítette a testét, és Leiding darabokra tört. Másnap Týr megetette a farkast. Nagyon sokat beszélgettek. Týr közölte vele, hogy ismételten próbára fogják tenni. Így is volt. Az istenek kovácsoltak egy második láncot. Ezúttal minden szeme akkora volt, hogy egy halandó el sem bírta. Ennek a láncnak az anyaga a földből kiásott és az égből lehullott fém keveréke. Ennek a láncnak a neve Dromi. Odin közölte a farkassal, hogy ha Dromit eltöri, akkor a nevét és az erejét az összes világban megismerik. Így is volt. Megláncolták. Az istenek szemében már megjelent a diadal fénye, azonban a szürke és fekete farkas megerőltette magát, és a lánc darabokra tört. A farkasnak feltűnt, hogy az istenek arca megváltozott. Féltek. Mivel Fenrir az istenek láncait elszakította, Odin bajban volt. Volt egy tündér, akinek a neve Skirnir. Ő a későbbiekben még fontos lesz, de az a lényeg, hogy Odin magához hívta. A feladata az volt, hogy menjen el Svartalfheim, a törpék országába, és kérje meg a kovácsmestereket, hogy készítsenek egy láncot. Így is volt. A harmadik láncot, amelynek neve Gleipnir, a törpék alkották meg. Gleipnirhez 6 hozzávaló kellett. Először egy macska léptei, másodszor egy nő szakálla, harmadszor egy hegy gyökere, negyedszer egy medve inai, ötödször egy hal lélegzete, hatodszor egy madár nyála. Gleipnir a törpék lánca olyan volt, mint egy selyemszalag. Átlátszó, vékony és első pillantásra gyenge. Odin közölte a farkassal, hogy ezt a láncot biztosan nem tudja elszakítani. Reméli, hogy nem ijedt meg. Azonban Fenrir tudta, hogy amikor a második lánc eltörésekor az istenek arcára ráköltözött a félelem, annak oka volt. A farkas azt akarta, hogy hozzanak egy rendes láncot, bármilyen láncot, és azt eltöri, de ezt a selyemszalagot oda tegyék, ahova gondolja. Odin közölte vele, hogy semmi probléma, megértik, hogy fél. Mire a farkas azt mondta, hogy ahelyett, hogy az ő bátorságát vonják kérdőre, bizonyítsák be, hogy nem félnek tőle. Rárakhatják a selyemszalagot, de csak akkor, ha egyikük a szájába teszi a kezét. Ha a farkas eltöri a láncot, és az istenek valóban becsületesek, senkinek nem lesz baja. Az isten, aki a szájába tette a kezét, Týr, a barátja. Azonban, mint kiderült, Odin a bitófa istene,
mindenek atya, a manipuláció mestere volt. A selyemszalag, amely első pillantásra gyengének tűnt, olyan szorosan tartotta a farkast, hogy az moccanni sem bírt. Fenrir megesküdött, hogy Ódint, mindenek atyját ő fogja megölni. Az istenek nevettek, szabályosan könnyeztek. Csak egy isten volt, aki nem nevetett. Tír, ugyanis a jobb keze, amely a farkas szájában volt, eltűnt. Eképpen történt az, hogy Fenrir a saját társa és barátja kezét leharapta. Az istenek megláncolták Fenrirt, azonban ez a lánc akármennyire is törhetetlen volt, csak ideiglenes. Ugyanis a Ragnarök, a világmindenség végén nem csak a szivárványhíd lesz az, ami jelentéktelenné válik. Odin látomása, amely a farkassal végződik, nem volt véletlen. Ezek mindig beteljesedtek, ezt ne felejtsük el. Tehát ők Loki gyermekei. Az egyikük az egész világot körül ölelő hatalmas kígyó, Jörmungand. A másik Hel, az alvilág Helheim istennője. A harmadik pedig egy szürkés fekete farkas, amelyet az istenek háromszor láncoltak meg. Ha kíváncsi vagy arra, hogy Thor és Jörmungand hogyan küzdöttek, és ami még fontosabb, mi lett a küzdelemnek a vége, a következő részben erről beszélünk. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!